Üdvözlöm Önöket, középiskolásokat is látom, szülők is vannak, bár ugye a Kodolányénban levelező és nyelvoktatásos képzés is, tehát elképzelhető, hogy a felnőtt korúak is esetleg érdeklődnek valamilyen Kodolányi szak iránt. A múlt heti edukáció kiállítás után most a Fürdő utcai épületében is várta leendő hallgatókat a Kodolányi János Egyetem. A délelőtt kezdődött nyílt napra elsősorban középiskolás diákok érkeztek. A Fürdő utcában az intézmény oktatóival találkozhattak a leendő hallgatók. Örülünk neki, hogy személyesen fölkeresnek bennünket középiskolás diákok, szülők. Mi most arra adunk lehetőséget, hogy oktatókkal is találkozhassanak. Megmutatjuk nekik a tanterveinket, megmutatjuk nekik a jellegzetességeinket, és elmondjuk azt, hogy miért érdemes a Kodolányi János Egyetemet választani. A 3 évtizedes múltra visszatekintő intézmény az idei évben a gazdaságtudományi területen 3 szakon is várja a leendő hallgatókat. Így a turizmus, vendéglátás, a gazdálkodási és menedzsment és az emberi erőforrások alapszakot is választhatják a jelentkezők. A bölcsészképzések közül pedig a közösségszervező és a szociális munkaszakon várják a leendő hallgatókat. Ugyanakkor az előadó művészképzés is indul majd szeptembertől a Kodolányin. Ezek a képzések mind Székesfehérváron indulnak, és ami 1-2 éve újdonság, talán még kevesen tudják, hogy mesterszakos képzéseinket is hirdetjük Székesfehérváron, gazdaságtudományi területen, és a mesterszakos képzéseken már állami finanszírozás is elérhető itt, ebben a városban is. A 2023-as általános felvételi eljárás során a Kodolányi János Egyetem első körben megszünteti a minimum ponthatárokat, valamint az anglisztika szak kivételével az emelt szintű érettségi sem lesz kötelező. Ezzel kívánják megnyitni az egyetem kapuit minden érdeklődő előtt. A cél, hogy minél jobban megkönnyítsék a jelentkezést a középiskolás diákok számára.